Nem vártam ezt, nem vártam, hogy így fog játszani. Szerintem gyenge játszottunk. Döntések, hogy hoztunk ezt, mit szeretünk és nem is szeretünk hozni ez a döntések. És tudod, ha úgy játszol, egyszerűen nehéz nyerni egy olyan csapat, mint Miskolc Földök, elég masszívak, erősek. Első negyed rögtön, hogy kijök, szerintem volt, nem tudom, 12-13 lepotó a Miskolcnak, nekünk csak 2, tudod. Utána globálisan, amikor nézem az egész meccsben, szerintem nem csináltunk 10 gól pass, mi olyan csapat vagyunk, aki egyszerűen tudod, 20 gól pass, mi játszunk csapat, mi nem játszunk ez, egyéni dolgok, hanem csapatként, és valahol ma ez kimaradt, mert mondom, nem hoztunk olyan döntések, amit jó lenne, ha hoztunk volna. Utolsó három percben, hogy mintha ébredtünk kicsit fel, és én szerintem, hogy ha, de sportban nincs ha, hogy tudtunk játszani, ellentől kezdve más lenne. Most, mikor analizálom, persze nem akarok itt senkit hibázni, de ez is reálisan kell látni, ez a Miskolcnak legnagyobb erőssége, hogy vannak olyan fiatal játékosok, aki már ebben a kategóriában tapasztaltak, és Coach Gyök első fél időben szerintem nem akarok mondani, nem tudom pontosan, de szerintem hogy 15-17 pont dobtak. Ez egy olyan meccsen, ez sok. Másik pedig Sattori Walker borzadalom, rosszul védekeztünk. És ez a két oka, miért kaptunk 84 pont saját pályán. Én mindig védekezésben keresem problémát. Úgyis, ha ma nem támadtunk jó, de kapni 84 pont hazai pályán, ez nem csapatmunka. Egy nagyon-nagyon kemény mérkőzést, egy szoros találkozót, egy fontos találkozót veszítettünk el. Mik lehettek a fő okok, hogy érezted belül a pályán? I think we didn't come out aggressive enough, and I think that's what affected us. They got a lot of easy shots in the beginning. The second half we played a lot better, but I think the first half affected us, and so we know we have to come out stronger from different games. De igen, egy kicsit bemaradtunk az öltözőben rögtön az elején, hogy Erika fogalmazott, és utána a második fél időben próbáltuk őket, de nagyon megtaláltak rögtön az elején a dobásaikat, és ez így rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre. Sokszor úgy tűnt, hogy vissza tudunk jönni a mérkőzésbe, aztán újabb és újabb hibák következtek be, amiket én úgy láttam, hogy szigorúan büntetett az ellenfél. Mik lehettek, vagy hogy lehet kiküszöbölni, hogy legközebb ne legyen ilyen? Just fix his defense, really. Strong defense, you know. They were just getting a lot of easy shots that we had to, that it was hard for us to adjust to. So just knowing that we have to come out with an intensity, and with that, that will fix the problems for the rest of the game. Tehát a védekezés nem volt elég intenzív, és hogy már mondta, és ezek a könnyű kosarak, ezek megöltek minket, és ezen kell változtatunk ahhoz, hogy sikeresebbek legyünk ellenük legközelebb. Dobásban nem kell följavulnunk, mert sokkal jobb dobó százalékkal dobott nálunk sajnos az ellenfél, vagy ez is a védekezésre vezethető vissza? We miss a lot of easy shots to the beginning, and that have kind of affected our defense, which is bad. But I think it's just getting more ball movement, and then with that, we'll be able to knock down more easier shots. Just keep moving the ball. Igen, nagyon sok könnyű dobást hibáztunk, de ezen is lehet segíteni, és a jövőben sokkal többet kell mozogni a labdának, és akkor könnyebben is fogunk támadni, és ezekből a támadási hibákból nem lesznek ilyen fontos védekezési problémáink. Szomorú érzés kikapni saját pályán, különösen mikor építesz egy olyan hazai pályán, hol ritkán valaki nyer. De vannak gyenge napok, ez is reálisan kell látni. Én azért vagyok legszomorúbb, mert pont mindig úgy vagyok meccs előtt, hogy van bennem büszkeség, boldogság, mit igazán csináltunk itt Szekszárdon. Hány embernek öröm is hozunk, azért sajnálom, ha ma kikaptunk itt, mert jobban szeretném volna, ha ma mindenki elmegy haza boldogon, de mennyi ember jött, hány ember szurkolt itt, hogy nem lenne itt, ez biztos lenne 30 pont meccs Miskolcnak, hogy játszottunk, de ők igazán adtak nekünk ez az energiát, és tudod, ez jó, együtt kell élünk, együtt kell fejlődünk. Ebben a fázisban, bajnokságban vagyunk, mikor még mindig tudunk fejlődni. Azt jelenti, ez is fontos, mert nem kell elfelejteni, hogy mi például, ha nem beszélek csak magyar játékosokról, hanem külföldi Mári Ruzsicska, aki jövő, ez elég fiatal játékosok. Én szerintem minden ez a meccs, nem kell úgy lenni, mint kudarc, hanem kell analizálni, mi történt, és ezután
kell próbálni feludni. Erről szól az egész, mert legjobb kell lenni, mikor jön a rájátszás.